Sok szeretettel köszöntök mindenkit tavaszi hangversenyünkön, ahol mondhatni fa és virága muzsikás. Azok, akik valamikor zeneiskolába jártak, anyukák, apukák, most már 15-20 év után, hogy zeneiskolából elballadtak, vagy abba hagyták a zenekari muzsikálást, azt mindig egy kicsit később, tehát olyan 20-22 éves korig azért zenekarba jártak, ha zeneiskolában nem is, és gyermekeik fognak muzsikálni. Lesz még azért egy-két szóló hangszeres produkció is, ahol még a szülő nem játszik együtt a gyermekkel. Ilyen hangversenyre még nem volt módunk, mert vagy nagyon picik voltak a gyerekek, tehát még nem kezdtek el zeneiskolába járni, vagy még nem volt annyi szülő és nagyobb gyermek, hogy szinte csak úgymond fa és virága koncertet rendezhettük volna. Úgyhogy még mielőtt konferálnának az első darabot, szeretném kérni a szereplőket, akiket olvasok, azok legyenek szívesek, jöjjenek le a színpadra, és akiket nem az első számba, első műsorszámba hívok, azok meg így foglaljanak helyet a székeken, a színpad mögötti székeken, jó? A Kovács családot szeretném kérni, ők már a színpadra jönnek. Kérni, majd mindenki mozduljon meg, vagy tegye föl a kezét, aminek a nevét mondom. Kovács Virág. Igen, Kovács Iliana. Ismerjük. Igen. Kovács Hanna. Igen. Karádi Panni, édesanya. És Kovács András, édesanya. Következő a kiskacsa fürdik, amit az egész zenekar látszik. Amikor még fiatal szülő voltam, arról álmodtam, hogy gyonós négyes, húgós ötös. Húgósok is lettek, gyonósok is, és zongorist is. Igen. A következő műsorszám Lesinszky Dóra és édesanyja Krisztina előadására Paraszt induló Júlia és Pugola hangszere. Thank you.
most egy szóló darab következik, Zutrón Réka előadásában, zongorán, Pap Lajos, Kuszka a cirkuszban. Énekelni, amit szép, igen, és nagyszülők,
édesanyja Jágor, tanáraink voltak a lévai család, lévai apuka, anyukák, és ők is legközelebb a muzsikálnának együtt Marcival, amit valamit keresni. Nagyon szép lesz az is. A következő műsorszám Fogjál Máté Fulján gyermekdalt játszik, és Kaldel Gábor. Thank you.
csellózik a Zeneakadémiának a tehetség csapatában, és ennél legközelebb ő is, ha jó az idő, eljön és muzsikál együtt a családdal. A következő műsorszám Péter Panka fúvolán magyar gyermekdalokat játszik. Thank you.
Kovács Virág, édesanyja Anna és Kovács Anna Hegedű, Kovács Szebásztián Ária, a Praxis kantátából.
Zsane következik, és édesanyja kis Andrea. Engedő és Vladimir Bulgakov, Handel, induló a Jóvás Makabalus című illatőjéből. Thank you.
budapesti rendőrzenekar ürtöse, és természetesen a bogányi zenekarokban is, ahova hívják, szívesen eljár is szépen. Külszörön valamikor itt a hitványok voltak is, és a következő műsorszám Félegyházi Jolánta előadásában Baklanova dal hegedű hangjelű. Amen.
Zsolán, vagy Anna Déja. Thank you.
Szálló Szilveszter előadásában, Tóndikán, Kocsár Miklós Szálló Szombrályi Puszta lesz. Thank you.
szerződésről számunk. Rebe Johanna és édesanyja előadásán van, Zita előadásán, Csajkovszki Nápolyban, Zongorán és Óván hallják művel. Kérném szépen a zenekar tagjait, hogy jöjjenek fel a színpadra.